Minden évben jelentős törekvést tesz az utak és járdák állapotának karbantartására, illetve javítására az erre a célra elkülönített úthit keretein belül. Ezen területek fejlesztésére már a tavaszi időszakban sor került, azonban az utak állapota indokoltá tette, hogy idén nagyobb összeget fordítson erre a város, ezért a testületi ülésen további 22 millió forintot szavaztak meg a munkálatok folytatására. Most jelen pillanatban a kátyúzás folyik, és nem útfelújítás. Tehát nem kell megijedni senkinek. Nyilván elsősorban a legnagyobb problémákat próbál, próbáljuk orvosolni. Ezzel a értem azt, hogy a legnagyobb kiterjedésű úthibákat, illetve azokat a nagyon mély kátyúkat, amik esetleg balesetveszélyesek, azokat próbáljuk javítani. És az utak felújítására a továbbiakban, a későbbi elben fogunk pályázatot benyújtani. Igyekeztünk azokat a helyeket megtalálni, ahol baleset az út, illetve ahol nagyon nagy a forgalom. Mint azt a műszaki vezetőtől megtudtuk, a kátyozás második üteme augusztus 14-től kezdődött, és várhatóan az őszigazok befejezésre kerülnek. Ez mindegy 1100 négyzetméternyi kátyút jelent, és ez 32 utcát érint Olnán. A kátyuk ezek a klasszikusak is vannak, amelyek felfagyott, lyuk keletkezett, illetve vannak ilyen kicsit különlegesebbek, amikor megsüllyedt az úttest, és azt is javítani, megerősíteni kell, vagy az útszegélyt, ilyen például a Bocskó utcába, azok a kátyuk ezekre jellemző, és aszfaltos jellemzően a javítást. Az átfogó javításon 6 Mözsi utca útburkolata is megújul, így összesen több mint 30 utca minősége javulhat szeptember közepétől. A felújítás teljes egészében a város 100% tulajdonú, telen a Városi Szolgáltató Kft. keretein belül kerül megvalósításra. Előkészítés alatt van a Városi Útfelújítási Program is, a megvalósítására pályázatot terveznek benyújtani az év során.